A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok! A világ legnagyobb fatemplomát Japánban találjuk. Mesés helyszínét őzikék teszik még varázslatosabbá. Ez a Tōdaiji templom. A Tōdaiji egy buddhista templomkomplexum, amely Japán egykori fővárosában, Narában épült. 7 templommal és egy szentéllyel rendelkezik. Az épület egyben a Kegon buddhista iskola központjául is szolgál. A templom területén szabadon élnek a szikaszarvasok, melyeket a japán hitvilágban az istenek szócsövének tartanak. Miután 710-ben Nara lett Japán fővárosa és a császári udvar székhelye, több buddhista templom együttes építésébe kezdtek. A Tōdaiji építése 743-ban kezdődött el. Az építkezés 20 évvel később ért véget. A templom krónikái szerint az építkezésben több mint 50 ezer ács és 37 ezer vasmunkás vett részt. A Tōdaiji nagy déli kapujában áll 2 harcos őrszellem, több mint 8 méteres faszobra, amelyek 1203-ban készültek el. 743-ban Sommu császár kiadott egy törvényt, amelyben az állt, hogy az embereknek közvetlenül részt kell venniük az új buddha templomok építésében egész Japánban. A Tōdaijiról szóló nyilvántartások szerint összesen több mint 2.600.000 ember segített megépíteni a komplexum egyik legfontosabb helyszínét, a Nagy Buddha csarnokot. Itt található egy kincstár is. Számos ilyenfajta raktárt építettek az ókori Japánban, de csupán a Tōdaiji kincstára maradt fenn. Az itt található nagy buddha csarnok ad otthont a világ legnagyobb 16 méteres bronz buddha szobrának is. A szobor 8 öntéssel, 3 éven keresztül készült. A világ legnagyobb bronz buddha szobra tűzvész és földrengések következtében megrongálódott, többször újjá kellett építeni. 1567-ben például a szoborfej megolvadt és lezuhant. Ám az egész templom együttest is többször kellett újjáépíteni, többek között belső harcok, tűzvész és villámcsapások miatt. A világ legnagyobb faépülete 1994-ben lett a világörökség része. Ebben az évben egy nagyszabású könnyűzenei koncertet tartottak a templomban, The Great Music Experience címmel, melyen többek között olyan világhírű előadók léptek fel, mint például Bob Dylan vagy Jon Bon Jovi. A Tōdaiji egy páratlan építészeti csoda, amely a felkelő nap országának egyik legkeresettebb turista látványossága. Mához egy hétre ismét egy világhírű épületet mutatok be nektek, amelynek szintén érdemes lesz megismerni a történetét. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.